Nézzük most meg ennek a 9x9-es klasszikus sudokunak a megfejtését. Nézzük ezt a 3x3-as négyzetet, és akkor már is látszik, hogy ebben a négyzetben semmit nem lehet egyes, hiszen ebben az oszlopban itt följebb már van egyesünk. Ezeken a helyeken kívül marad ez és ez a mező, ide azonban egyes nem írhatok, mert ebben a sorban itt már van egy egyes. Így módon innen is kizártuk az egyes, tehát az egyesnek már csak ez az egy hely maradt ebben a négyzetben. Most nézzük meg a hatodik sort. Itt nem lehet egyes, ez miatt. Itt nem lehet egyes, ez miatt, hiszen ebben az oszlopban már van egy egyesünk. Itt pedig ez miatt nem lehet egyes, mert ebben az oszlopban már van egy egyesünk itt feljebb. Ezeken a helyeken kívül pedig az egyesnek már csak az egy hely van. Nézzük ezt a négyzetet, már is látszik, hogy ebben a négyzetben ez miatt egyes, miatt semmit nem lehet már egyes. Ez miatt az egyes miatt pedig semmit, és persze itt sem. Itt ugye két ok miatt sem lehet már egyes. Az egyik ok ez az egyes, a másik ok pedig ez az egyes. Most ezeken a helyeken kívül pedig ebben a 3x3-as négyzetben az egyesnek már csak is ez az egy hely maradt. Most nézzük ezt a négyzetet itt. És nézzük a sorait ennek a négyzetnek. Itt és itt nem lehet egyes, ez miatt az egyes miatt. Ez miatt az egyes miatt pedig itt sem, és itt sem lehet egyes. Kizártuk tehát erről a négy helyről itt, ezeken kívül pedig már csak az egy hely maradt az egyesnek ebben a 3x3-as négyzetben. Na, honnan jelentik még egyes? Ebből a négyzetből itt, a felső sorában nem lehet egyes ez miatt, semmit. Maradt át ez és ez a hely. Itt azonban nem lehet egyes, mert ebben az oszlopban itt följebb már van egy egyes, ami azt jelenti akkor, hogy ebben a 3x3-as négyzetben az egyes már csak itt lehet sehol másutt. És akkor ezzel az összes egyest elhelyeztük. Nézzük a következő számot, a 2-t. Kettest úgy látom, nem tudunk elhelyezni, nézzük a hármasokat. No, az menni fog, ezt a négyzetet, ha nézzük ugyanis, akkor ez miatt a hármas miatt ide már nem írhatok hármast, ez miatt pedig ide sem és ide sem írhatok hármast. Ezen a három helyen kívül pedig már csak az egy hely maradt szabadon a hármasnak ebben a 3x3-as négyzetben. Nézzük ezt a négyzetet itt. Ide és ide nem írhatok hármast, hiszen ebben a sorban itt már van egy hármasom. Maradt tehát ez és ez a hely. Ide azonban nem írhatok hármast, mert ebben az oszlopban itt följebb már van egy hármasom. Tehát akkor végső soron a hármast már csak ide írhatom ebben a 3x3-as négyzetben. Most nézzük ezt a 3x3-as négyzetet itt. A felső sorában nem írhatok hármast ez miatt, sem ide. Az alsó sorában pedig ide, ez miatt a hármas miatt nem írhatok már hármast. Maradt tehát ez és ez a helye hármasnak ebben a négyzetben. Ide azonban nem írhatok hármast, mert ebben az oszlopban itt följebb már van hármasom. Így módon ebben a 3x3-as négyzetben a hármas már csak ide jött sehol máshova. Honnan hiányzik még hármas? Hát ebből a 3x3-as négyzetből. Ide és ide nem írhatok hármast, mert ebben a sorban már van hármasom, maradt tehát ez és ez a hely.
Itt azonban nem lehet hármas, mert ebben az oszlopban lejjebb már van hármas. Ezért ebben a négyzetben hármas már csak ide jöhet. És akkor ezzel megvan az összes hármasunk is. Nézzük a négyeseket. Nézzük ezt a négyzetet itt. A felső sorában ennek a négyzetnek semmi ide nem mutatok négyest, ez miatt a négyes miatt. Maradt tehát ez és ez a hely. Ide azonban nem mutatok négyes, mert ebben az oszlopban itt följebb már van négyesem. Így módon már csak az egy hely maradt szabadon a négyesnek ebben a 3x3-as négyzetben. Most nézzük ezt a négyzetet itt. Ennek az alsó sorában ugyanis ez miatt a négyes miatt sem ide nem írhatok már négyest. Tehát akkor a négyes már csak itt vagy itt lehet. Ha most ezt levetítem ide a 9-es alá, akkor itt már nem lehet négyes. De az miatt, hogy a négyes ebben az oszlopban vagy itt lehet már csak. Itt már nem lehet ez miatt. Tehát csak itt vagy itt lehet a négyes az első oszlopban, itt semmiképpen nem. Ez miatt a négyes miatt pedig semmit nem lehet már a négyes. Maradt tehát a jobb szélső oszlop. Ez és ez a mező. Föntre nem írhatok négyest, ez miatt a négyes miatt, hiszen ebben a sorból már van négyesen, középre pedig ez miatt a négyes miatt nem írhatok négyest, ami azt jelenti akkor, hogy ebben a 3x3-as négyzetben a négyes már csak itt helyezkedhet el sehol másutt. Mi a helyzet ebben a négyzetben? Nézzük vízszintesen. Ez miatt a négyes miatt sem ide nem írhatok négyest. Ez miatt pedig ide sem írhatok négyest. Ezeken a helyeken kívül pedig már csak ez az egy hely maradt a négyesnek ebben a 3x3-as négyzetben. További négyeseket azonban nem tudunk elhelyezni, úgyhogy nézzük az ötösöket. És nézzük most ezt a négyzetet. Ez miatt az ötös miatt sem ide nem írhatok ötös már. Ez miatt pedig sem ide, és persze ide sem. Ezeken a helyeken kívül pedig már csak az az egy hely maradt szabadon az ötösnek ebben a 3x3-as négyzetben. Most nézzük ezt a négyzetet. Ez miatt az ötös miatt ugyanis már nem írhatok ötös sem ide. Ezeken a helyeken kívül pedig szabadon már csak az egy hely maradt az ötösnek ebben a négyzetben. Most ez miatt a most beírt ötös miatt ebben a négyzetben nem írhatok ötös már sem ide. Ezeken kívül pedig már csak az egy hely maradt szabadon az ötösnek ebben a négyzetben. Írjunk rá erre a négyzetre, a most beírt ötös miatt ugyanis nem írhatok ötös sem ide, ez miatt pedig sem ide. Ezeken a helyeken kívül pedig már csak ez az egy hely maradt az ötösnek ebben a 3x3-as négyzetben. Most térjünk rá erre a legfelső 3x3-as négyzetre, ugyanis ebben a négyzetben nem írhatok ötöst. Ide, ez miatt az ötös miatt, ez miatt pedig ide sem írhatok ötöst. Mi azt jelenti, akkor ötös első ránézésre csak az alsó sorban itt vagy itt lehet. Itt azonban nem, mert ebben az oszlopban már van ötösünk. Itt szintén nem lehet, mert ebben az oszlopban már szintén van egy ötösünk. Ezeken a helyeken kívül pedig már csak az egy hely maradt akkor az ötösnek. Honnan hiányzik még ötös, de megvan mind a három, hát
innen hiányzik még ötös. És függőlegesen, ha figyeljük ezt a négyzetet, akkor itt nem lehet ötös, ez miatt az ötös miatt. Itt és itt pedig ez miatt az ötös miatt nem lehet ötös. Ezeken a helyeken kívül pedig már csak az egyhely maradt szabadon az ötösnek. És ezzel megvan az összes ötösünk is. Nézzük a hatosokat. A hatosok tekintetében annyi látszik, hogy ebben a 3x3-as négyzetben, meg ebben a 3x3-as négyzetben is csak az alsó két sorban lehet a hatos. Ami azt jelenti akkor, erre a négyzetre tekintve, hogy itt már ebben a sorban nem lehet hatos. Sokkal egyszerűbb gondolkodási mód egyébként egy másik, meg mindjárt mondom azt is. Tehát a hatos végül is akkor ebben a 3x3-as négyzetben csak itt vagy itt lehet, itt azonban nem lehet, mert ebben az oszlopban már van egy hatos. Sokkal egyszerűbb azonban, hogyha most az oszlopokat figyeljük, és akkor ez miatt a hatos miatt ebben a négyzetben semmit nem lehet már hatos, ezeken a helyeken kívül pedig már csak az egyhely maradt akkor a hatosnak. Rátérünk most a alsó 3x3-as négyzetre itt. Ez miatt a hatos miatt ugyanis nem lehet hatos semmit. Itt pedig ez miatt a hatos miatt nem lehet már hatos. Így módon ebben a 3x3-as négyzetben a hatos már csak itt lehet sehol másod. Térjünk rá erre a négyzetre. Most beírt hatos miatt itt ugyanis nem lehet hatos már ebben a sorban. Ez miatt pedig itt sem lehet már hatos ebben a sorban másutt. És így ezeken kívül szabadon ebben a 3x3-as négyzetben a hatosnak már csak ez az egy hely maradt. Mi a helyzet ebben a 3x3-as négyzetben? Hát ebben a négyzetben ugye ezen a három helyen lehet hatos, itt azonban nem, mert ebben a sorban már van hatosunk, tehát akkor a hatosnak már csak ez és ez a hely maradt. Igen ám, csak hogy ha most megnézzük ezt a négyzetet, akkor ebben a négyzetben itt nem lehet hatos, ez miatt a hatos miatt. Ezért ebben a 3x3-as négyzetben a hatos már csak itt vagy itt lehet. Ami azt jelenti akkor, hogy ebben az ötödik oszlopban másút már nem lehet hatos, csak itt vagy itt, tehát itt nem. Ugye azt láttuk az előbb, hogy itt sem lehet hatos, ezeken a helyeken kívül pedig már csak az egy hely maradt a hatosnak. További hatost azonban nem tudunk elhelyezni, mert itt is két helyen szerepelhet a hatos, itt és itt, mint láttuk az előbb, itt pedig itt és itt lehet a hatos, hiszen itt nem lehet, ez miatt a hatos miatt. Nézzük akkor a heteseket. No, hol egy hetes, itt van egy. Gyakorlatilag több nincs is. Viszont ebben a négyzetben ez miatt a hetes miatt már nem lehet hetes semmit, semmit. Ezen a két helyen kívül szabadon, pedig már csak az egy hely maradt a hetesnek. Ha most rátérek erre a négyzetre, akkor most beírt hetes miatt itt már nem lehet hetes, ezen a helyen kívül pedig már csak az egy hely van szabadon a hetesnek ebben a négyzetben. Most erre a négyzetre tekintek, és látszik, hogy ebben a négyzetben még nincs hetes, viszont az is látszik, hogy csak a felső sorában lehet, itt, itt, vagy itt, ami azt jelenti, hogy akkor ebben a sorban másod már nem lehet hetes, de nem lehet hetes már például itt sem.
ez miatt a hetes miatt, pedig itt nem lehet már hetes, meg persze ez miatt sem. Ezeken a helyeken kívül pedig ebben a 3x3-as négyzetben a hetesnek már csak az egy hely maradt. További heteseket nem tudunk elhelyezni, azonban nézzük a 8-asokat. Nézzük most ezt a négyzetet, ebben nincs még 8-as. Itt vagy itt lehet, hiszen már csak ezek szabadok. Itt azonban nem lehet, mert ebben a sorban már van 8-asunk, ami azt jelenti, hogy ebben a 3x3-as négyzetben a 8-as már csak itt lehet sehol másutt. Most nézzük. Ezt a négyzetet itt, és akkor itt azt látjuk, hogy ez miatt a 8-as miatt semmit nem lehet már 8-as. Ami azt jelenti akkor, hogy ebben a négyzetben a 8-as már csak itt vagy itt lehet, itt azonban mégsem lehet, mert ebben az oszlopban már van 8-as munk. Tehát akkor a 8-asnak itt kell lennie. Most nézzük ezt a négyzetet. Itt nem lehet 8-as, mert ebben a sorban már van 8-asom. Ezen a helyen kívül pedig már csak ez az egy hely van szabadon, ebben a 3x3-as négyzetben. Most nézzük ezt a 3x3-as négyzetet. Ez miatt most bejött 8-as miatt itt már nem lehet 8-as. Ez miatt pedig semmit nem lehet már 8-as. Ezeken a helyeken kívül pedig már csak ez az egy hely van szabadon, ebben a 3x3-as négyzetben a 8-asnak. És akkor megvan az összes 8-asunk is, úgyhogy jön a következő szám, a 9. Aktiválom a 9-est, és akkor már is látjuk, hogy ez miatt, a 9-es miatt ebben a 3x3-as négyzetben nem lehet már 9 semmit. Ezeken a helyeken kívül pedig már csak ez az egy hely van szabadon a 9-esnek ebben a 3x3-as négyzetben. Ránézve erre, ebben a 3x3-as négyzetben egyetlen egy hely van szabadon, nincs még benne 9-es, tehát akkor ennek itt 9-nek kell lennie. Most nézzük ezt a 3x3-as négyzetet. Eleve csak itt és itt lehet a 9-es ebben. Itt azonban nem, mert ebben a sorban már van 9-es, tehát akkor ebben a 3x3-as négyzetben a 9-es már csak itt lehet sehol másutt. Mi a helyzet ebben a négyzetben itt? Hát ebben a négyzetben most nem tudom még megmondani, hogy hol lesz a 9-es, mert az látszik, hogy a felső sorban kell lennie. Itt vagy itt, hiszen már csak ezek szabadok, és mégis benne 9-es ebben a négyzetben. Viszont itt nem lehet, mert ebben az oszlopban már van 9-esünk, de még mindig marad ez és ez a helye 9-esnek. Most nézzük ezt a 3x3-as négyzetet akkor. Ez miatt a 9-es miatt ebben a sorban mások már nem lehet 9-es. Nem lehet tehát itt sem, meg itt sem. Ez miatt pedig itt sem lehet 9-es. És akkor ebben a 3x3-as négyzetben a 9-esnek már csak ez az egy hely maradt. Na és akkor most térjünk ide rá. Ez miatt a most beírt 9-es miatt itt nem lehet 9-es. Ez miatt pedig itt sem lehet 9-es, tehát akkor ebben a 3x3-as négyzetben a 9-es már csak itt lehet sehol másutt. És akkor ezzel megvan az összes 9-esünk. Hát itt már elég sokféleképpen haladhatunk tovább. Haladhatunk például úgy, hogy megnézzük ezt a 3x3-as négyzetet, vagy megnézzük a második oszlopot, vagy megnézzük a 9. sort, ugyanis erre mindegyikre igaz, hogy csak egyetlen egy szám hiányzik belőlük. Nézzük talán a 3x3-as négyzetet. Itt van benne az 1, itt a 3, itt a 4, az 5, a 6,
a 7, a 8 és a 9. Tehát ami hiányzik, az a 2-es. És ugyanezt tudtam volna elmondani a második oszlopról is, illetve a 9. sorról is. Most nézzük ezt a négyzetet itt, vagy a 4. oszlopot, vagy a 8. sort, hiszen ezekre mindegyikre igaz az, hogy csak egyetlen egy szám hiányzik belőlük. Ez borzasztó könnyen meg fogjuk tudni találni. Vagy, ami még itt számításba jöhet, ha már eleve a 2-es be lett színezve, hogy azonnal látszik, hogy ebben a 3x3-as négyzetben, mint ahogyan a második, a 4. oszlopban, vagy akár a 8. sort, hogyha nézzük, mindegyikre ugyanazt mondhatjuk, vagyis hogy egy szám hiányzik belőlük, nincs még bennük 2-es, tehát ennek itt 2-nek kell akkor lennie. Ha most ezt a négyzetet nézem, akkor ez miatt itt már nem lehet 2-es, meg persze ez miatt a 2-es miatt sem. Ezeken kívül pedig már csak az egy hely van szabadon ebben a 3x3-as négyzetben. Nézzük ezt a négyzetet itt, az alsó sorában, itt és itt ugyanis ennek a négyzetnek nem lehet már 2-es, hiszen a 6. sorban már van 2-esünk. Ezen a két helyen kívül pedig szabadon már csak az egy hely maradt 2-esnek ebben a 3x3-as négyzetben. Rátérve erre a négyzetre, két hely van benne szabadon, itt azonban nem lehet 2-es, mert ebben az oszlopban ott van már az a most beírt 2-es. Tehát akkor a 2-esnek ide kell kerülnie ebben a négyzetben. És rátérve erre a négyzetre, a most beírt 2-es miatt semmit nem lehet már 2-es, ezeken kívül pedig már csak az egy hely van szabadon a 2-esnek, ebben a 3x3-as négyzetben. És akkor ezzel megvan az összes 2-esünk is. De itt már nagyon sokféleképpen mehetünk tovább. Nézzük például ezt a négyzetet itt, hiszen csak egyetlen egy szám hiányzik belőle, vagy nézzük az 5. oszlopot, vagy akár az 5. sort. Mindegyikre elmondhatjuk ugyanazt, vagyis hogy már csak egyetlen egy szám hiányzik belőlük. Itt van az 1-es, itt a 2-es, itt a 3-as, itt a 4-es, itt az 5-ös, itt a 7, itt a 8, és itt a 9. Tehát ami hiányzik, az a 6-os, és ugyanezt tudtam volna elmondani az 5. sorra, illetve az 5. oszlopra is. Na most, hogyha a 6-os már be van jelölve, akkor rátérve erre a négyzetre, a 6-os ebben csak itt, vagy itt lehet, hiszen már csak ezek szabadok. Itt azonban nem lehet 6-os, mert ebben az oszlopban már van 6-osunk. Ami azt jelenti akkor, hogy ebben a négyzetben a 6-os már csak itt helyezkedhet el sehol másutt. És akkor ezzel az összes 6-osunk is megvan. Most nézzük akkor ezt a négyzetet itt, vagy nézhetjük a 9. oszlopot, vagy akár a 6. sort is. Mindegyikre elmondható az, hogy egyetlen egy szám hiányzik belőlük. Na nézzük mondjuk ezt a négyzetet akkor. Itt van az 1, itt a 2, itt a 3, itt a 4, itt az 5, itt a 6, itt a 8 és itt a 9, tehát ami hiányzik, az a 7-es. És ha már a 7-es aktiválva lett, akkor ránézve erre a négyzetre, vagy akár erre a 7. sorra, vagy akár a 8. oszlopra látszik, hogy egyikben sincs még 7-es, mindegyikben egyetlen egy szabad hely van, tehát ennek 7-nek kell akkor itt lennie. Most ránézve erre a négyzetre, itt látszik, hogy nincs még benne 7-es, egyetlen egy szabad hely van benne, ennek tehát itt 7-nek kell lennie, és ugyanezt tudtam volna elmondani erről a 6. oszlopról is.
most térjünk rá erre a négyzetre, a most beírt hetes miatt ugyanis itt ebben a sorban már nem lehet hetes, itt az ötös fölött. Ezen a helyen kívül pedig szabadon ebben a 3x3-as négyzetben már csak az egy hely van szabadon a hetesnek. Most térjünk rá erre a négyzetre. Két helyre írhatom a hetesben, ide és ide, elvileg. Hiszen már csak ezek a helyek szabadok. Itt azonban nem lehet hetes, mert ebben a sorban már van a hetesem. Ezen a helyen kívül pedig már csak az egy hely maradt. Nézhettem volna mondjuk a harmadik sort is, és akkor ott is látszik az, hogy ebben a harmadik sorban nincs még hetesem. Egyetlen egy szabad hely van benne, tehát ennek itt hétnek kell akkor lenni. Na és akkor most hát úgy látom, csak két számunk ismeretlen, ez is, ez itt. Nézzük mondjuk ezt a helyet itt, amit megint sokféleképpen nézhetjük az első sort, nézhetjük a hetedik oszlopot, vagy nézhetjük ezt a négyzetet. Nézzük a négyzetet, azt talán könnyebb átlátni. Itt van az egy, itt a kettő, itt a három. Itt van az 5, a 6, a 7, a 8 és a 9. Tehát ami hiányzik, az a 4-es. Most ugye a 4-es aktiválva lett, most már látszik erre a négyzetre rátérve, vagy akár az első oszlopra, vagy akár a második sorra, mindegyikre elmondható az, hogy nincs még bennük 4-es. Mindegyikre elmondható, hogy egyetlen egy szabad helye van benne, tehát ennek a szabad helynek itt 4-nek kell akkor lennie, és akkor ezzel ezt az egyszerű 9x9-es sudokut meg is oldottuk, ennek a megoldása tehát így néz ki.